Tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság! Azt az ukázt kaptam, hogy innét kell beszélnem. Nem ígérem meg, hogy 100%-osan tudom teljesíteni ezt a rezsit, elképzelhető, hogy majd időnként sétálni fogok. Először is a köszönetnyilvánítással szeretném kezdeni. Azoknak szerintem egy köszönetet mondani, akik nélkül most nem lehetnék, nem tarthatnám ezt az előadást. Mindenek előtt szűkebb családomnak, feleségemnek, 4 gyermekemnek és immár 2 kisunokámnak szeretnék köszönetet mondani azért, hogy a hosszú éveken, évtizedeken keresztül tolerálták azt, hogy a munkaidő néha túlcsúszik a napi 8 órán, és egy kicsit belelóg a hétvégébe is. Köszönöm ezt a toleranciát, hogy ezt elviselték. Köszönettel tartozom a tágabb családnak is, ahonnét jöttem, szüleimnek, akik sajnos meghaltak, testvéreimnek, akik megadták az alapot, úgy gondolom, az induláshoz. Én egy kis dunántúli faluban nőttem fel, és bizony sokszor előfordult velünk, hogy beálltunk a kukoricasorba, kapába, és nem nagyon láttuk a sornak a végét. És akkor megtanultuk azt, hogy nem kell elcsüggetni, hanem egy 20-30 vagy esetleg 40 centis kapavágásokkal előbb-utóbb el fogunk érni a sor végére. Úgy gondolom, hogy ez a kitartásra való nevelés sokat segített abba, hogy a kudarcok elviselésében. Mindenképpen köszönettel tartozom a munkai kollégáimnak, akik nélkül ezek az eredmények, amiket most prezentálni fogok, soha nem születtek volna meg. Kezdetben 5-en vagy 6-an indultunk el ezen az úton, ez a témával. Itt vannak azok a kollégák, akikkel együtt indultunk. Jelenleg, ahogy elhangzott a bevezetőben, több mint 100 kollégával dolgozunk együtt ezeken a kutatásfejlesztési feladatokon. Köszönöm nekik ezt a sok inspiráló napot, évet, amit együtt tudtunk tölteni. Természetesen köszönetet tartom azoknak a kollégáknak is, akik nem közvetlen munkatársaim, de közösen dolgoztunk különböző kutatásfejlesztési feladatokon. És végül, de nem utolsó sorban köszönetet szeretnék mondani az harmadik osztály tagjainak, akiknek a kutatási témája nyilvánvalóan eléggé távol esik ahhoz a témához, amire én most itt prezentálni fogok. Mégis bizalmat szavaztak nekem és rajtam keresztül ennek a területnek, hogy most itt erről a területre tarthatok előadást. Nos, ennyi köszönet nyilvánítás után, most szeretnék rátérni a szakmai részre. Először is, hogy egy kicsit elnézést kérek azoktól, akik nem informatikusok, hogy lesznek olyan szlájdok, amelyekhez bizonyos informatikai előismeretek szükségesek. Igyekszem nem túl sok ilyen fóliát föltenni. Jó, akkor a szakmai részsel kezdve, ugye a címben benne van az, hogy programanalízis milliósor felett. Először is, hogy mi is ez a programanalízis? Nyilván valamit sejtünk, hogy itt a program, tehát valami programokról lesz szó, azokat vizsgáljuk, tehát a vizsgálatunk tárgya az maga a program. De miért kell, miért fontos ez, hogy programanalízissel foglalkozzunk? Anélkül, hogy formálisan próbálnám ezt definiálni, hogy mit is jelent a programanalízis, egy sztorival kezdeném, egy igaz történettel. Mi 1900-es évek közepén, tehát 95-96-ban kezdtünk el intenzíven együtt dolgozni a Nokia céggel. Hosszú-hosszú éveken, évtizedeken keresztül voltak különböző projektjeink velük. Lényegében arról volt szó, hogy mi a fordítóprogramok, tehát a működtetési területünk a fordítóprogramokhoz, ők meg programokat fejlesztettek, nagy programokat fejlesztettek, és kértek bennünket, hogy igyekezzünk az ő programjaikat analizálni, megtalálni, hogy milyen problémák lehetnek az ő általuk készített szoftverekben. És akkor valahogy úgy 2003-2004 környékén kerestek meg bennünket azzal a problémával, hogy abban az időben ugye nekünk a Nokia telefonokban egy úgynevezett Symbian operációs rendszer működött. Biztos vagyok benne, hogy az itt ülő kollégák között is van olyan, aki még olyan telefont használt, Nokia telefont, amiben ez a Symbian operációs rendszer. Ugye manapság az Android és az iOS, mint operációs, ezek működnek a mobiltelefonon. András mutatott is egy olyan, amiben Symbian működik talán. Ma tessék, tehát az még mindig működik. Nos, tehát akkor abban az időben a Nokia
abszolút piacvezető volt ezen a területen, de észlelték azt, hogy a fejlesztéseik egyre nehezebbé válnak. Tehát egyre nehezebb új funkciókat beletenni a telefonjaikba, sokkal hosszabb ideig kell tesztelni. Magyarul érezték, hogy probléma van, és akkor megkértek bennünket, hogy próbáljuk meg megvizsgálni azt, hogy mi okozhatja, hogy ez a Symbian platform, most a platformon azt úgy képzeljük el, hogy ez egy szoftver, gyakorlatilag, mint kiderült utóbb számunkra is, ez egy 30 millió sorból álló C++ program volt, és akkor megbíztak bennünket azzal, hogy adtak elég sok pénzt is, be kell, hogy valljam, meg időt is adtak egy-másfél évet arra, hogy ezt a Symbian kódot vizsgáljuk meg, és próbáljuk kideríteni, hogy mi okozhatja számunkra, hogy ilyen sok probléma keletkezik a fejlesztéseikben. Nos, egy és másfél év után, akkor miután elvégeztük ezt a vizsgálatot, el kellett mennünk a Tamperébe, és tartani egy kétnapos meeting workshopot az ottani kollégáknak. Tamperébe volt a Symbian platform fejlesztői központja. Az annyit jelent, hogy ott csinálták meg az architektúráját a rendszernek, ott fejlesztették tovább, és természetesen sok száz, ezer ember dolgozott ezeknek a platformnak a fejlesztésén, de ott voltak a guruk. Tehát elmentünk egy találkozóra, és egy teremben ott ült 40-50 Symbian architekt, szoftver architekt, aki igazán szakértői voltak ennek a platformnak. És be kell vallanom, hogy nem igazán lettünk népszerűek már az első óra után. Ugyanis azzal kezdtük a prezentációnkat, hogy a Symbian kód az halott, tehát menthetetlen. Tehát gyakorlatilag a vizsgálatunknak az eredménye az volt, hogy annyira elromlott ennek a 30 millió soros szoftver kódnak a minősége, tehát olyan keszekusza vált, tehát úgy képzeljük el, hogy az egyes modulok, a szoftver egyes modulja között annyi indokolatlan kapcsolat lépett fel, ezt megvizsgáltuk, hogy véleményünk szerint az volt a véleményünk, hogy ezt a kódbázist nem érdemes tovább használni, nem érdemes tovább fejleszteni, újraírni pedig csak óriási erőfeszítéssel lehet. Hát amikor ezt kimondtuk, tényleg éreztük, hogy megfagy a levegő, hiszen ott ültek azok, akik úgymond életüket tették erre a platformra. Próbálták nekünk bizonyítani, hogy de nem, hát ők úgy tervezték meg ezt az architektúrát, hogy azok a modulok között nem lehet kapcsolat, mert a tervezés szempontjából nem lehet. Igen, de akkor elővettük a kódot és megmutattuk, hogy igen, itt ugyanakkor rengeteg olyan kapcsolat van, hiszen az idők folyamán, ahogy használták, egész egyszerűen a fejlesztők nem figyeltek oda arra, hogy úgymond tiszteletbe tartsák az architektúrát, a gyors fejlesztések hatására ez a kódbázis teljesen elromlott, használhatatlanná vált. A Nokia nem változtatta meg a stratégiáját, továbbra is a Symbiant használta. Az eredményt gondolom mindannyian látjuk. Egy idő után, hogy a Nokia mély repülés, zuhanó repülésbe fordult, és nagyon-nagyon gyorsan elvesztette a piacvezető szerepét, és hosszú időre meg is szűnt a mobiltelefonnak a gyártása. Nem szeretném állítani azt, hogy ha akkor megfogadják a tanácsunkat és a platformot változnak, akkor most nem itt tartana a Nokia. Nyilván nagyon-nagyon sok egyéb ok is közrejátszott abban, hogy ez a Nokia ezt a zuhanó repülést megvalósította, de az, hogy időben nem változtattak a platformok, hanem görcsösen ragaszkodtak ehhez a Symbian platformhoz, és úgy ez közrejátszott a Nokia cég úgymond a bukásába, abba eléggé biztos vagyok. Nos, akkor ezen az igaz sztorin keresztül szerettem volna megmutatni, vagy érzékeltetni azt, hogy miért fontos az, hogy a programok analízisével foglalkozunk, miért fontos az, hogy megpróbáljuk kideríteni a programokról, hogy milyen problémák vannak belőlnek, miért tekintsünk rá úgy, mint egy emberi szervezetre, ahol időben kell észrevennünk azokat a problémákat, hogy még egyáltalán orvosolni lehessen. Jó, ugye a kérdés az, hogy miért ennyire komplexek ezek a mai rendszereink,
tehát miért ennyire bonyolultak, miért több millió sorosak. A válasz tulajdonképpen nagyon egyszerű. Az informatikai eszközöknek a kapacitása rohamosan növekszik. Ugye nem is olyan nagyon-nagyon régen még nagy termek kellettek ahhoz, hogy egy számítógép elférjen, aztán jöttek a PC-k, notebookok. Ugye manapság az mi okos telefonjaink, ami ott van a zsebünkben, az már lényegesen nagyobb kapacitású, mint akár csak egy személy, nem olyan régen 5 évvel ezelőtt egy személyi számítógép, vagy nem is beszélve a régebbi szerverekről. És ugye már kopogtat az okos óra, ami szintén nagyon sok helyen már programozhatóvá válik. Tehát a kapacitás megnőtt, a telefonjainkban is több millió soros programok futnak, és ezekben a több millió soros programoknál ugye problémaként jelentkezik azt, hogy az itt a program elemek között nagyon-nagyon szoros kapcsolatok vannak, úgy mondjuk függőségek jelentkeznek. Ezek a függőség, most a program elemeken érthetünk utasításokat, érthetünk eljárásokat vagy osztályokat. Ez a kis ábra, ami itt van, ez például egy olyan úgynevezett hívási gráfot jelöl, azt kell reprezentálni, ahol az egyes csomópontok azok egyek eljárásokat jelentenek, az élek közöttük pedig annyit szimbolizál, hogy az egyik eljárás hívja a másikat. Tehát egy viszonylag egyszerű struktúra, mégis látjuk azt, hogy milyen bonyolult függőségeket eredményez. Mivel ennyire összefüggnek a programelemek, nyilvánvalóan probléma, egy helyen változtatunk, annak a hatását borzasztó nehéz nyomon követni. Ez az egyik oka a problémáknak. A másik az, hogy a szoftver úgy mondjuk öregszik. Gyakorlatilag régen úgy gondoltuk, hogy fejlesztünk egy szoftvert, és utána azt kifejlesztettük, átadjuk, és aztán az működik maga a világ végezetéig, vagy amíg szükség van rá. Az élet nem ilyen, hiszen a szoftverek folyamatos változtatáson mennek keresztül. Új követelmények keletkeznek, hibákat kell javítanunk, változik a környezet, tehát a szoftvernek egy természetes velejárója az, hogy változtatnunk kell. És nyilván egy üzemelő szoftvernek a változtatása az egy borzasztóan kockázatos dolog. Tom Marko, aki ennek a mi területünknek egy klasszikusa, híres könyvében, ahhoz hasonlította, hogy annak a kockázatát, hogy egy üzemelő szoftverbe változtassunk, mint hogy fölkérnénk egy grizzly medvét, egy tánc, vagy csak egy, ez szemlélteti a könyvnek a borítólapja is. A változtatás, ugye azt mondjuk, ez az egyik nagy probléma, hogy a változtatások hatására elromlik az architektúra, még a kezdetben jól megtervezett programok között. Most az architektúrán tényleg arra gondoljuk, hogy a kapcsolatok, indokolatlan kapcsolatok jönnek létre. Ennek egyik nagyon nyilvánvaló példája úgynevezett copy-paste programozás. Csak egy pár szót erről, hogy a programozók lusta emberek. Tehát, hogyha van egy szoftver, és abban kapnak egy fejlesztési feladatot, tehát mondjuk egy új funkciót bele kell tenni egy rendszerbe, általában nem úgy fejlesztenek, hogy na most akkor elindulok és kezdett nulláról kifejlesztek valamit, hanem körbenézünk, megnézzük, hogy a kódban van-e valami hasonló, ami hasonló a probléma megoldására, megtalálják, azt fogják, kiemelik copy-paste-tel, átteszik az új helyre, egy kicsit módosítgatnak rajta, kikötnek belőle részeket, és oda teszik. Ennek hatása ugye az, hogy egyrészt megnövekszik a programnak a mérete, másrészt ott maradnak az indokolatlan kapcsolatok, olyan függőségek jönnek létre, amiknek nem kellene, hogy létrejöjjen, lásd Symbian problémája, de ez teljesen általános, és úgynevezett felesleges kódrészletek, úgyis mondjuk, hogy halott kódok jönnek létre a kódba, ami annyit jelent, hogy végrehajtódik, de az eredményét nem használjuk semmire. Volt alkalmunk megvizsgálni üzemelő nagy banki szoftvereket, és meglepett, halott kódban ilyen 10-20%-os arányokat tudtunk találni, tehát hogy végrehajtanak is, és nem használják semmire. Copy-paste lefedettségből is ilyen 20%-os lefedettségeket mértünk, ami borzasztóan nagy szám, ami borzasztóan elrontja a szoftvernek a minőségét. Ez az ábra szemlélteti a úgynevezett szoftver eróziót.
Többször elmondtam ezt, és ezt még általában a menedzserek is meg szokták érteni, és igazat adnak ennek az ábrának. Ugye úgy képzelnénk el, hogy a X tengelyen az idő, Y tengelyen ugye a hiba gyakoriság, ami valamilyen módon jelezné a szoftvernek a minőségét. Azaz, úgy képzeljük el, ideális görbe az lenne, hogy kezdetben amikor fejlesztjük a szoftvert, sok hiba van benne, de a tesztelés hatására sikerül a hibák számát csökkentenünk, és akkor egy hosszú ideig tartó, tehát a végtelenig tartó jó minőségi szoftvert kapunk. Ugye, de az élet nem ez, mert jönnek a változtatások hatására újból hibák jelentkeznek, tesztelés hatására ez csökken, de soha nem fogjuk tudni elérni azt a állapotot, hogy egy folyamatosan jó minőségi szoftvert kapjuk, hanem a minőség folyamatosan romlik, és elérkezhetünk olyan ponthoz, ahogy például a Symbian elérkezett, amikor már egész egyszerűen nem tudunk mit tenni, mert egy-egy kis változtatásnak a bevezetése is olyan mértékű kockázatot jelent, amit már nem lehet tolerálni. Mit tudunk tenni a szoftver minőség javítására? Ugye olyan módszereket kellene kitalálnunk, amivel megpróbáljuk megnövelni a szoftvereknek az életciklusát. Tehát az a cél, hogy növeljük meg az életciklusát, most az életciklusban azt hittem, hogy azt az állapotot próbáljuk megnövelni, amíg még használható a szoftver, amíg még javítható. Nem is az, hogy használható, amíg még módosítható. Tehát amíg még fejleszthető a szoftver. Úgy is mondjuk, hogy a szoftver evolúciót kellene elérni, hogy hosszú távon biztosítsuk egy szoftvernek a fejleszthetőség. Most az előadásomban lényegében ilyen jellegű munkáról adok ismertetést. Ezen belül konkrétabb a két területre fogok koncentrálni. Az egyik az úgynevezett programszeletelés, ami a program elemek közötti függőségekre koncentrál, tehát ez a függőségi problémának a kezelésére. A másik pedig egy úgynevezett statisztikai, vagy inkább azt mondjuk, hogy amikor azt így csináltuk, hogy egy metrikán alapuló minőségi modelleknek a fejlesztése, aminek a lényege az, hogy a program elemekhez számokat, metrikákat rendelünk, és ezek a számok alapján próbálunk jóslásokat adni arra, hogy melyik program elemek azok, amelyekkel probléma lehet a szoftver minőség szempontjából. Jó, tehát akkor először a programszeletelés. Ugye azt mondom, a programszeletelés az függőség. Tehát függőség. Ahhoz, hogy függőségről tudjunk valamit mondani, ahhoz kell egy függőségi gráfot építenünk a programelemekre, ahol a gráfnak a csomópontjai az utasítások, az élei pedig mondjuk nyilván sokfajta él lehet, a leggyakrabban azt használjuk, vannak az úgynevezett vezérlési élek, illetve az adatfüggőségi élek. Talán az, hogy mit értünk vezérlési élen, talán itt a legjobban szemlélteti ez az elágazó utasítás, tehát az if utasítás. Ott látjuk azt, hogy a vezérlési élek, tehát a tömött élek, hogy az x egyenlő 2 és az x egyenlő 3 utasítások úgymond vezérlés függőek az i kisebb 2 utasítástól. Ez annyit jelent, hogy az x egyenlő 2 és az x egyenlő 3 utasítások végrehajtása attól függ, hogy azt a predikátumot hogy értékeljük ki. Tehát ezért mondjuk, hogy vezérlés függő ez a két utasítás. Adatfüggésre pedig nézzük meg mondjuk ott van az z egyenlő x utasítás. Látjuk, hogy ez az z egyenlő x utasítás adatfüggő az x egyenlő 2 és x egyenlő 3 utasításoktól. Ez azért van mondjuk, hogy adatfüggő, mivel a z változó értéke az függ az x változótól, az x változónak az értéke pedig függ a két értékhozásra az x egyenlő 1 és x egyenlő 3-tól. Azt mondtam, hogy függ, de helyesebben azt mondja, hogy függhet. Nem biztos, hogy mindig függ, de van olyan végrehajtási út, amely mentén ez függhet. Ha van ilyen függőségi gráfunk, vagy adatlan tudunk programszeletet számítani. Erről a programszeletről kicsit a bővebben beszélnek. A programszeletnek az a lényege, hogy egy adott program esetén megpróbáljuk adni azt, hogy mondjuk egy utasítás, vagy utasítás szinten gondolkodok,
hogy egy utasítás, mely más, a program mely más utasításról függhet. Ezt hívjuk hátrafele irányuló slice-nak, vagy szeletnek, vagy backfill slice-nak. Tehát jelen esetben azt mondjuk, hogy ott van az az utasítás, hogy I egyenlő 1. Azt mondjuk, hogy ez az utasítás függ a két zölddel kijelölt utasítástól, tehát az ő függ ezektől az utasításoktól. Másik típusú szelet, a úgynevezett forward, vagy előrefele irányuló szelet, az pedig azt mutatja meg, hogy az illető utasítástól a program mely más utasításai függhetnek. Tehát megint ugyanaz, utasítanak látjuk, azok a utasítások függhetnek. A hátrafele irányú szelet az leginkább a nyomkövetésben, divagolásban szoktuk alkalmazni, hogy hát valahol jelentkezik egy hiba, kíváncsi vagyunk azt, hogy mely utasítások lehetnek hatással a helytelen végrehajtásra. Nyilván borzasztó sokat tud segíteni, hogyha valaki megmutatja nekünk, hogy egyáltalán mely utasításokat kell megvizsgálni. Előre irányuló szelet az meg elsősorban a tesztelésnél segít sokat, hiszen ha megváltoztatok egy utasítást, mely más utasításokat kell tesztelni, hogy a változtatás hatását tudjam figyelni. Jó, tehát a program szeletelés, hogy mondjuk egy program szeletet tartalmazza azon utasításokat, amely hatással lehetnek a kritériumra, ugye ez a hátrafelé irányuló szál. Beszéljük, van a hátrafelé irányuló slice, szeletelés, előre irányuló szeletelés, ugye azt mondjuk a hátrafelé, azt nézzük, hogy amitől függ a szeletelési kritérium, az előre irányuló az, amitől függ, és a statikus szeletnek nevezzük azt, amikor a program összes lehetséges végrehajtását figyelembe vesszük a függőségi gráf építésénél. Tehát ez a statikus, tehát amikor nem hajtjuk végre a programot, hanem az összes lehetséges végrehajtást próbáljuk értelmezni. Ezzel szemben van a dinamikus szelet, ahol egy konkrét végrehajtást, tehát a program egy konkrét végrehajtásán vizsgáljuk ezeket a függőségeket. Visszatérve az előző példákra, tehát amikor itt van ez a függőségi gráf, ami egy kis programnak a függőségi gráfja, itt, hogyha kijelölök egy utasítást, most jelen esetben mondjuk ezt a máj utasítást, akkor a függőségi élek, tehát ebből az utasításból kimenő élek alapján, azokat szépen bejárva, meg tudjuk kapni, hogy ezek az utasítások, amelyektől ő úgynevezett backward slice, ez a backward slice a rendszernek. Nyilvánvalóan az, hogy egy nagy programra, amit előbb elmondtam, ez a függőségi gráf, ez egy eljárásra, egy metódusra kész. Ezeket az eljárásokat nagy rendszereknél össze kell kapcsolni, erre szolgálnak az úgynevezett hívási élek. Itt láthatunk egy példát, hogy hogyan lehet ezeket összekapcsolni. Ha ez megvan, akkor egy egészen nagy programra is tudunk úgynevezett függőségi gráfot felépíteni, és alapján statikus programszeletet számítani. Természetesen nagyon-nagyon-nagyon sok probléma jelentkezik. Tehát ahány programozási nyelv, annyi probléma. Tehát problémát jelenthetnek a pointerek, a tömbök, különböző egyéb szerkezetek. Napján nagyon sok problémát jelentenek az úgynevezett dinamikus nyelvek, a script nyelvek, tehát ahol magában a dinamikus végrehajtás nagyon sok nehéz kérdéset fel a statikus analízis szempontjából. Megemlítenék még egy olyan probléma, amit a rendszergáfok, a gráfoknál előjött az úgynevezett hívási környezet probléma, tehát amikor megpróbáltuk összekapcsolni ezeket az egyes eljárásokra felépített gráfokat. Ugye amikor azt mondtuk, hogy van két eljárásunk, mondjuk az A és a B eljárás, és mind az két eljárásról meghívjuk ugyanazt az eljárást, a C-t. Ugye ezt reprezentálja itt ez az ábra. Tehát van két eljárásunk, mindegy ugyanazt a C eljárást hívjuk. És látjuk, hogy ahol az az eljárásban vannak ugye bemenő és kimenő paraméterek, és ha egy kicsit figyelmesen megnézzük ezt az ábrát, akkor láthatjuk, hogy a hívás hatására, a hívási környezet hatására függőség keletkezik a B eljárás out változója, illetve az A eljárás in változója között. Tehát úgy tűnne, ha ezt így építenénk fel ezt a gráfot, minthogyha a A eljárásnak a bemenő paraméterét függene a B eljárásnak egy kimenő paramétere,
Holott ez nem egy valódi függés, ez az okozza, hogy helytelenül lesz kezelve a hívási környezet. Erre szolgál az úgynevezett szamori éleknek a számítása, tehát a hívási helyeken megszámítunk éleket, és ezzel el tudjuk kerülni ezt a problémát. Ez egy tényleg nagyon komoly probléma volt, hogy hogyan tudjuk ezt a hívási környezet megoldani. Ezen a területen is értünk el eredményt, illetve a statikus szeletelés területén viszonylag korán dolgoztunk ki módszert Java programoknak a szeletelésére. Mi volt finn és svéd kutatókkal először dolgoztunk ki módszert arra, hogy hogyan lehet deklaratív, konkrétan prologra szeletelést megvalósítani. És egy érdekes terület volt a bináris szeletelés, tehát amikor bináris programoknak a szeletelésre. Erről megint elmondok egy sztorit, újból Nokia. Valamikor az is a 2000-es évek elején történt, hogy szinte a Nokia megkeresett bennünket a következő problémával, hogy voltak kis telefonjaik, kisebb mail telefonjaik, amikbe nem is operációs rendszert, hanem úgy egy flashelt módon tettek bele a programokat, és azzal kerestek bennünket, hogy hozzáférést adnak a bináris, ezekbe a telefonokba futó bináris programokhoz, gépi programokhoz, forrásprogramhoz nem, csak a gépi kódhoz, és az volt a feladatunk, hogy csökkentsük a programnak a méretét úgy, hogy ugyanazt tudja, mint az előző program, csak kisebb legyen, vagy kisebb helyet foglaljon el a tárban. Erre megint adtak jó sok pénzt, meg időnk is volt, ez a körülbelül hasonló méretű projekt volt, mint a szimbiános dolog. Itt azt csináltuk, hogy fölépítettünk nagy függőségignábot, fölépítettünk szeletelési algoritmust, és megpróbáltuk az alapján megmondani, hogy hol vannak halott kódok, hol lehetnek benne olyan részek, amiket optimalizálni lehetett. És egy év, másfél éves munkával sikerült elérnünk azt, hogy a legjobb fordítóprogramok által, tehát ha jól emlékszem, akkor a Texas Instruments volt a legjobb fordítóprogram ezen a területén, azt meg tudtuk venni 10-15%-kal, tehát úgy, hogy 10-15%-kal jobb kódot tudtunk produkálni, kisebb kódot tudtunk problémálni több telefonjukon, mint az eredeti, tehát erre, tehát a célkompájra készült kód. Tehát a megrendelő, aki kiadta fel, ők is boldogok voltak, mi is boldogok voltunk. A sztori szépséghibája, hogy a Nokia soha nem vezette be ezt a product line-jába. Máig nem tudjuk, hogy ez mi volt a döntés oka. Jó, tehát ennyit beszéltem a statikus szeletelésről, és most akkor térjünk el a dinamikus szeletelésre. A dinamikus szeletelés az, ugye még egyszer, amikor azt mondjuk, hogy végrehajtjuk a programot, tehát egy konkrét végrehajtás van a programnak, és csak ez a konkrét végrehajtás során keletkező függőségeket vizsgáljuk. Tehát ez az alapja. Ugye az előző programnál maradva, ugye akkor azt mondanánk, ha ezt a while utasítást kétszer végrehajtjuk, ha így fölépítjük egy gráfot, tehát egy függőségi gráfot, akkor minden végrehajtott utasítás ugye annyiszor szerepel be a gráfba, ahányszor végrehajtódik. Egyszerű a dolog, de rögtön látjuk a problémáit is, hiszen még egy viszonylag kis programból is egy óriási méretű gráf keletkezhet, aminek a kezelése nagyon-nagyon. Nem csoda, hogy annak ellenére, hogy a dinamikus gráf úgyhogy 80-as évek vége felé definiálták, hosszú ideig tulajdonképpen nem igazán használták, mert ez a tár probléma, ez egy olyan korlátot jelentett, amit nem nagyon tudtak kezelni. És akkor 99-ben publikáltunk egy cikket, amiben kifejlesztettünk egy másfajta slice számító, szeletőszállító algoritmus, úgy is hittük, hogy egy globális dinamikus szeletelés. Egy picit azért nem mélyen, de egy picit azért mondanék néhány szót erről az algoritmusról. Itt a lényeg az, hogy vettünk magát a programot egy úgynevezett DU reprezentációval ábrázoltuk. A DU az annyit jelent, hogy defuse, tehát lényegében minden utasítása, látjuk, ott van egy utasítás, ott van benne a DU reprezentáció, például megnézzük a 4-es utasítás, ott maga az utasítás az, hogy B egyenlő A plusz X, azt mondjuk, hogy annál az utasításnál definiáljuk a B változót, és ami használja az A-t és az X változót. Ugye ez a DU.
Ami érdekes, ezt általában így szokták csinálni, ami érdekes az, hogy mi bevezettük egy kicsit a, csavartunk a dolgon, és azt mondjuk, hogy amikor van egy predikátum, tehát például a 8-as utasításra megnézzük, ott van egy while utasítás, azt mondtuk, hogy itt is definiálunk mi egy változót, konkrétan bevezettük, hogy definiálunk egy P8 változót, aminek az értéknek a definiálásáról felhasználjuk az I és az N értéket. Így, tehát hogy magukat a vezélő utasításokat is ilyen def-use reprezentációval követtük, ez lehetőséget adunk, hogy adott nekünk, hogy egy elég elegáns módszerre tudtuk számítani a dinamikus slice-ot. Gyakorlatilag ezt az algoritmust nem fogom részletelni, de lényegében egy ennyire egyszerű algoritmussal tudtunk dinamikus slice-ot számolni programokra. Az algoritmus lényege a végrehajtása, megint nem részletez, de úgy képzeljük el, hogy amikor végrehajtunk egy programot, akkor lényegében akciók jönnek létre, tehát végrehajtjuk az egyes utasításokat, tehát létrejön egy rész, egy végrehajtási sorozat, amit ott abban az oszlopban láthatunk. Ott látjuk azt, hogy melyik utasítás hajtódott végre a konkrét lépésbe, láthatjuk azt is, hogy nyilván egy utasítás többször is végrehajtásra kerülhet egy részbe. És maga az algoritmusunk az úgy működik, hogy ezen a részen, ezen az utasításokon megyünk végig, és menet közben mindig számoljuk ki a változókra egy ilyen iterációs módszerrel a slice-oknak a halmazát. Nos, ez elég nagy visszhangot váltott ki ez az algoritmus. Lényegében új lendületet adott a dinamikus szeleteléssel kapcsolatos munkáknak. Ennek egy változatával 2001-ben kaptuk a konferencia legjobb cikkét egy elég neves konferencián, illetve 2004-ben a X-in, ami a legerősebb szoftverfejlesztési konferencia, annak a szeletelési szekciójában 3 cikk került bemutatásra, és mind a 3 cikk hivatkozott a módszerünkre, és számos ipari alkalmazás is készült ebből az algoritmusból. Jó. Most pedig egy kis kirándulás az elmélet területén, tehát a mi kutatásaink javarészt a gyakorlat által motivált kutatások, de valahogy úgy alakult, hogy tettünk egy kis kirándulást az elmélet területén. Konkrétan azt a problémát kezdtünk el foglalkozni a szeletelés kapcsán, hogy vannak különböző szeletelési módszerek, azok különböző szeleteket tudnak előállítani mondjuk ugyanarra a szeletelési kritériumra. Azt a kérdést vizsgáltuk meg, hogy ezek a szeletelési módszerek milyen kapcsolatban vannak egymással. Magyarul inkább az a kérdés, hogy a így keletkező szeletek mondjuk tartalmazási reláció szempontjából hogyan viszonyulnak egymással. Ezt a kérdést tettük fel, és sikerült egy hálószerű struktúrát bizonyítani a különböző szeletelési módszerek között, ami a tartalmazásra. Utána felvetettük azt a kérdést is, hogy ugyan minimális szeletekre mi a helyzet, mert ugye mindig a szeletnél az, hogy minél kisebb, annál jobb, és azt vizsgáltuk meg, hogy az egyes szeletelés módszerekkel keletkező minimális szeletek között milyen kapcsolat van. Hát kiderült, hogy itt egy úgynevezett duális kapcsolat van a tartalmazási szeleteléshez képest. Ebből az elméleti eredményekből két folyóirat és két konferencia cikket publikáltunk, szintén volt egy legjobb konferenciák díj, és nagyon büszkék voltunk rá, hogy a társszerzők között a 4 cégben ott van Mark Harmon, aki, hát különböző rangsorok vannak, de minden rangsor szerint azért ott van az első 3 között, vagy első 5 között a szoftverfejlesztésre kapcsolódó kutatók között, és ő is ott volt a társszerzőink. Jó, tehát ez a programszeletéssel kapcsolatos kutatásunk, természetesen még sok egyéb kutatást is végeztünk, de most akkor rátérnék a másik területre, a metrika alapú szoftverminőségkutatásra. Hát itt is ugye van egy provokatív jellegű kérdés, hogy ez kuruzsás vagy gyógyítás. Ugye itt a következőt csináljuk majd, hogy veszük a programot, analizáljuk, tehát elkezdjük vizsgálni, és az egyes programelemekhez, mondjuk eljárások, metódusok, bizonyos számokat, úgynevezett metrikákat fogunk számolni, és ezek a számok alapján próbálunk modelleket felépíteni,
és megjósolni azt, hogy milyen betegsége van a szoftvernek. Szóval itt egy kicsit hasonló a módszer, mint ahogyan azt mondanánk, hogy veszünk egy vizsgálatot egy betegre, laboreredmények, ugye, tehát adatokat számolunk, számokat képezünk, az alapján valami diagnózist próbálunk felállítani, a diagnózis alapján kezelést írunk elő a betegnek, aztán visszamérünk. Természetesen itt is nagyon jó lenne a megelőzés, tehát nagyon jó lenne elkerülni azt, hogy a szoftverkódjunkba belekerüljenek olyan dolgok, amik elrontják annak az állapotát. Tehát ez az általános modell, ami alapján próbáljuk a szoftvereknek a minőségét vizsgálni, programokat analizálni, és ezt viszonylag korán fölismertük, hogy kell egy olyan keretrendszer, amely segítségével nagy programokról, különböző platformokról tudunk adatokat gyűjteni, tehát laboreredményeket tudunk gyűjteni, megbízható laboreredményeket tudunk gyűjteni a nagy programokról. No, hát ezt elkezdtük egy ilyen rendszernek a fejlesztését, és nagy szerényen Kolumbusznak neveztük el ezt a rendszert. A módszer az, hogy felépítünk egy egyszerű függőségi gráfot, tehát nem annyira összetettet, mint amit korábban említettem, programfüggőségi gráf, ettől egy egyszerűbbet, egy ASG alaput, és abból metrikákat számolunk az egyes programelemekre. A Symbian kód elemzés, amire a bevezetőm említeni, annak a elemzésben is már használtuk ezt az eszközt. Az ECSM konferencián, ez a mi területünkben a szoftver karbantartás a legnevesebb konferencia. 2002-ben ismertettük ezt a rendszert, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy 2012-ben megválasztották a legnagyobb hatású publikációnak ezt a cikket. Nos, ahogy említettem, metrikákat számolunk. Nyilván nem akarok belemenni, hogy metrikákat. Mik is ezek a metrikák? Néhányat felsorolnék, néhány talán legfontosabbat felsorolnék a metrikák közül. Vannak a méretmetrikák, tehát hány sorból áll egy metódus, hány sorból áll egy osztály, úgynevezett objektumorientált szoftvereken, az öröklődési metrikák, tehát hogy milyen mélyen van az öröklődési fába, vagy az öröklődési gráfba. Komplexitás, mi is az a komplexitás? Ugye ha veszünk mondjuk egy 100-soros eljárást, amit csak csupa értékadó utasítás van, meg veszek egy másik eljárást, mondjuk egy 20-sorosat, amiben vannak mondjuk egymásra skatujázott, elágazó utasítások, nyilvánvaló, hogy a 20-soros program sokkal komplexebb, mint a 100-soros. Nehezebb megérteni, nehezebb tesztelni, annak ellenére rövidebb, de bonyolultabb, komplexebb a struktúrája, ez a komplexitás. Objektumorientált programoknál vannak az úgynevezett kohéziós, illetve csatolási metrikák, fontos metrikák. Kohéziós metrika azt méri, hogy az egy osztályból kerülő elemek között adatokat mennyire szoros az összefüggés. A csatolási metrika pedig azt méri, hogy az illető elem, programelem, osztály mennyire van összedrótozva a program, összedrótozva a program egyéb elemeivel, tehát mondjuk vezérlésileg, adatfüggőségileg, mennyire kapcsolódik a program többi részéhez. A copy-paste-ekre is természetes vannak metrikák és egyéb szabálysértésekre is. Láthatjuk, tehát úgy megy a dolog, van a forrásprogram, abból fölépítünk egy gráfot, egy nagy gráfot, és abból származtatjuk ezeket a numerikus értékeket. Nos, tehát van egy ilyen adathalmazunk, akkor föltehetjük azt a kérdést, azt a vizsgálatot, hogy igen, mely metrikák azok, amelyek leginkább kapcsolatban állnak mondjuk egy osztálynak a hibás viselkedésével. Melyek azok a metrikák, amik leginkább megjósolhatják a problémát egy adott kódba? Lehet-e, mondhatunk-e, van-e egyáltalán ilyen korreláció ez a két világ között? Nos, erre végeztünk egy vizsgálatot, vettük a Mozilla kódot, ami egy 3 milliós C++ kód. A fejlesztések során a fejlesztők szépen dokumentálták a hibákat, tehát meg tudtuk azt tenni, hogy a programhibákat összekapcsoltuk a programelemekkel, és megvizsgáltuk azt, hogy vajon melyik metrika lehet az, ami leginkább korrelál a magas hiba, a nagyon hibás osztályokkal. Tehát
Ez volt a kérdés, melyik metrika kapcsolható legjobban össze a hibás osztályukkal? Egy picit visszalapoznék ezt a, itt a metrikákra. Ugye nézzük meg a metrikákat. Az igazság, hogy ezt a kérdést, tehát ilyen szakmai konferencián is feltettem néhányszor, hogy vajon, mert azt találtuk, előre elárulom, hogy ez a metrikák között volt egy, ami szignifikánsan, tényleg jelentősen jobban korrelált a problémás osztályokkal, mint a többi. Tehát, hogyha ránézünk ezekre a metrikákra, vajon melyik lehet az a metrika, amik úgy gondoljuk, hogy leginkább korrelál. Nem feszítem tovább a húrt. CBO. Tehát azt hoztuk ki, ez a csatolási metrika, tehát azt találtuk, hogy a csatolási metrika az, ami a leginkább veszélyes. Tehát a csatolási metrikának a nagy értéke az, amit úgy találtunk, hogy... Vagyis azt mondjuk, a magas csatolási érték az egy veszély, hogy sok helyről érheti, úgymond támadás az adott elemet. Tehát nagyon vigyázzunk el arra, hogy mennyire sűrű kapcsolatokat építünk ki a rendszerekben. És nyilván, amikor úgymond legacy kódolás, ez az oka annak, hogy sok felesleges kapcsolat jön létre, és ez okozza azt, hogy a szoftverek annyira nehezen kezelhetővé válnak. Jó, ezt 2005-ben publikáltuk ezt az eredményt az IEEE, a Transaction Software Engineeringben. Elég nagy visszhangot váltott ki, mert gyakorlatilag ugye mi voltunk az elsők, akik valódi ipari környezetben tudtuk azt igazolni, hogy a metrikák és a hibára való hajlamosság között tényleges kapcsolat van. Jelenleg több mint 900 hivatkozás van a Google Scholar szerint erre a cikkre. Nagyon sok szoftver metrikán alapuló minőségi modell jött létre. Több olyan cég van, aki a tanácsadói tevékenységében használja ezeket a modelleket, ez a szoftver metrikán minőségi modelleket. És természetesen mi is nagyon intenzíven folytatjuk ezt a területen. 8 PhD sikerült, és több mint 100 publikáció témája kapcsolódik valamilyen szinten ehhez a területhez. Jó, és végezetül két úgymond friss kutatási területről szeretnék rövid ismertetést adni. Az egyik az technikai jellegű, a másik meg inkább olyan általánosabb jellegű. Tehát ez a hibelokalizáció végrehajtási láncok felhasználásával, az egyik, ez ami a technikai jellegű. Mi is az a hibalokalizáció? Hát egyszerű a dolog, van egy hiba a programban, meg akarjuk találni, hogy hol lehet a program a hibába. Most ha hol, tegyük föl, hogy most eljárás szinten akarunk keresni, tehát van egy programunk, amiben vannak eljárások, és van egy hiba a programban, próbáljuk becslést adni, hogy melyik az az eljárás, ami legvalószínűbb hibás. A magány módszer, úgynevezett spektrum alapú hibalokalizációk a leginkább elterjedtek a napjainkban. A módszer roppant egyszerű, csinálunk egy mátrixot, aminek a sorai a tesztesetek, oszlopai pedig az eljárások, és akkor azt mondjuk, ha egy teszteset végrehajtása során érintjük az adott eljárás, akkor a mátrixba egyest teszünk, különben pedig nullát. Illetve az egyes tesztesetekre, ugye a tesztesetek között vannak úgynevezett félezők, tehát bukó eljárások is, tehát ami hamis eredményt adnak, és vannak olyanok, amik meg jó eredményt adnak. Ez a vektor, ez az E-vektor, ez szemléltet itt áll, amelyik, ahol egyes van, az jelenti, hogy az egy félező eljárásról van szó. Ha egy ilyen mátrix rendelkezésünkre áll, akkor viszonylag egyszerű képletekkel, amikből van sok, talán ez a kettő a leginkább ismert, a minden Tarantula és az Okia képlet, ami alapján egészen megpróbálunk úgynevezett valószínűségi értékeket hozzárendelni az eljárásokhoz, hogy mennyire valószínű, hogy az illető eljárás az hibás. Ahol ugye nyilván azt mondjuk, hogy ha egy eljáráson sok hibás teszteset fut át, és kevés helyes teszteset fut, akkor az eljárás gyanús. Tehát ugye akkor ahhoz nagyobb valószínűséget. Ez nyilván egy kicsit egyszerűsítés a problémának, de lényegében erről van szó. Ez a spektrum alapú hibalokalizációs módszer
probléma ezzel a módszerrel az, hogy nem veszi figyelembe a végrehajtási környezetet, tehát tulajdonképpen csak azt nézi, hogy átment rajta, nem ment át rajta egy adott hibás eljárás, de azt nem nézi meg, hogy mondjuk milyen környezetben hajtódott végre ez az eljárás. Ennek kiküszöbölésére fejlesztünk ki egy folyamatos fejlesztése egy algoritmusnak, aminek az a lényege, hogy veszünk egy programot, annak veszünk egy végrehajtását. A végrehajtásra fölépítünk egy hívási fát, ez lényegében ugye ennek a fának a csomópontjai a végrehajtott metódusok, ami reprezentálja a végrehajtását ennek az adott programnak, és akkor ebben a fából képezünk mindent végrehajtási láncokat, ami nem más, mint az, hogy veszünk a gyökértől egy levélig terjedő utat, ezek a végrehajtási láncok. És a spektrum alapú módszernél ezekre a végrehajtási láncokra számoljuk ki a valószínűséget, tehát hogy mennyire erre számoltunk egy lefedettségi mátrixot, és ez alapján csinálunk spektrum alapú megfontolásokat. Ezt a eredményünket egy X-i poszter cikkkel reprezentáltuk. Az eredmények elég ígéretesek, tehát a tradicionális sok ilyen módszert elég jelentősen sikerült javítani, és ezt a módszert szeretnénk használni a továbbiakban különböző biztonsági problémáknak a megoldására is. Jó, és akkor rátérnék a utolsó részére az előadásomnak, mély tanulás, deep learning. Ugye manapság nagyon sok szakmai folyóiratban, de a médiában is rengeteg dolgot hallottunk a mély tanulásról. Gépi tanulással régóta foglalkozunk, 50-60 éve foglalkozunk gépi tanulással, de az igazi nagy boom az utóbbi éveknek a mély tanulásra eredményével jöttek. Persze nyilván érdekes, hogy miért. Tehát lehet az, hogy nagy a számítási kapacitás, de azt azért látszik, hogy a mély tanulásnak azért van egy olyan aspektusa is, hogy amikor a hagyományos gépi tanulási modellekben mi szakértők voltak, akik megadtak azokat a jellemzőket, azok a jellemzők alapján fölépítettük a különböző modelleket. És ugye, ha jó jellemzőket adtunk meg, akkor volt esély rá, hogy jó modell épült, de hogyha rossz jellemzőket adtunk meg, akkor valószínűleg egy algoritmus se tudott jó a modellt építeni. A mély tanulásnál visszább lépünk egy kicsit, és azt mondjuk, hogy magát a tanuló rendszer az, ami jellemzőket is tanul, és ezek a jellemzők egymásra, hierarchikus egymásra épülve készül el ez a végső modell. Kezdetben képfelismerésre és természetes nyelvi feldolgozásra alkalmazták nagyon-nagyon sikeresen a mély tanulást. Napjainkban megkérdezzük, hogy mire alkalmaznák, az a válasz mindenre. Mi nagyon sok ipari projektet csinálunk, és tényleg azt tapasztaljuk, hogy partnereink sorra keresnek meg bennünket arról, hogy igyekezzünk mindenütt mély tanulási megoldásokat alkalmazni. Mély tanulás a szoftverfejlesztésben. Nem tudom, hogy ki nézte meg, Szegedi Krisztiánnal jelent meg egy interjú, nem is tudom, talán júniusban, ebben az évben, a mély tanulással kapcsolatos véleményéről. Ugye Szegedi Krisztián a Google-nél dolgozik, és én úgy gondolom, hogy nagyon sokat tett azért, hogy a mély tanulás ilyen áttörő sikereket ért el. Elsősorban a képfeldolgozás területén volt úttörő szerepe, illetve ő volt szerzőtársával, akik kimutatták azt, hogy vannak olyan ellenséges példák, amely segítségével ezek a mély tanulási modellek megtámadhatók. Nos, ez az interjúban, ez egy fél órás interjú, elég hosszan beszél Szegedi Krisztián arról, hogy véleménye szerint a mély tanulásnak egyik nagy áttörése az a programszintézis területén fog következni. Tehát ő egy olyan szkenáriót vizionál, hogy akkor lehet természetes nyelven tudok beszélni a programmal, elmondom neki azt a problémát, hogy mire kellene egy szoftvert írni, azt megérti a szoftver, ír valamit, tehát ír egy szoftvert, akkor az lehet, hogy nem fedi még le pontosan a követelményeket, de akkor kommunikálunk, iteratívan egy agilis fejlesztés módszerrel, szépen a szoftverrel kommunikálva, végül a szoftver el fogja készíteni azt a szoftvert,
amit én, mint megrendelő kigondoltam. Döbbenetes vízió, nyilván, de nem brit tudósok mondták, szóval tényleg olyan valaki vízionálta ezt, aki nyilván nagyon-nagyon sokat tud a mély tanulással kapcsolatos dolgokról. Nyilván elképzelhető, újra kell gondolnunk majd az informatikai oktatásunkat a közeljövőben. Jó, tehát ez egy vízió jelenleg még, ugyanakkor a mély tanulás nagyon-nagyon sok területen használjuk már jelenleg is a szoftverfejlesztésben. Százával, ezrével készülnek cikkek, tudományos cikkek különböző alkalmazásra, hibák automatikus javítása, biztonsági problémák kezelése, természetes szövegeknek az elemzése, mi is dolgozunk ezeken a területeken. Most nyilván fölmerül a kérdés, hogy a mély tanulás az segíthet-e valamit a programanalízis területén. Tehát mi is foglalkozunk ezzel a problémával, és ugye ami viszonyult egy kicsit a mély tanulásnak az egyik problémás alkalmazási területe az a természetes nyelv. Tehát a természetes nyelv területén nagyon komoly eredményeket lehet elérni mély tanulással. És megnéztük azt, hogy vizsgáljuk azt, hogy nyilván mások is, hogy a természetes nyelv területén alkalmazott módszerek mennyire ültethetők át a szoftveres világba. Természetes nyelv területén ugye központi eleme van ott úgynevezett szóbeágyazásnak, amikor egy nagy korpusz alapján a szavakhoz, tehát a szavakhoz megpróbálunk vektorokat, valós vektorokat hozzárendelni, mégpedig úgy, hogy azok a szavakhoz, amelyek jelentéssel közelebb tartoznak egymáshoz, a hozzájuk rendelt vektorok matematikai értelemben is kisebb távolságban legyenek. Ez a Wörthowitz-es világ. Nézzük azt, hogy ezt a módszert hogyan lehetne alkalmaznia. Ugye már a program lényege az is egy szöveg, nem természetesen szöveg, hogy hogyan lehetne ezt a szóbeágyazási módszert alkalmazni a programok analízise területén. Nyilván fölmerül a kérdés, hogy mit használjunk a szóbeágyazásnak alapjául, eredeti programot, esetleg egy tokenizált változatot, egy szintaxisvált, vagy egy szemantikus gráfot. Sok vizsgálattal mi is dolgozunk ezen a területen, nincs még per pillanat, úgy mondom, egy teljesen korrekt megoldás. És akkor végezetül egy kis vízió a gépi megértésről. Ugyancsak visszahivatkoznék a Szegedi Krisztiánnal készült interjúról, a program szintézéssel kapcsolatos elképzelése mellett elég hosszan beszélt arról is, hogy tehát egy olyan szoftvernek a fejlesztésén, ami megérti a matematikát. Tehát egy olyan úgymond természetes nyelven matematik cikkeknek a feldolgozásából, egy olyan szoftvernek a fejlesztését, akivel úgy lehet kommunikálni, mint egy matematikussal, megérti a matematikát, és meg tud oldani olyan problémákat, amik mellett még nincsenek megoldva. Nyilván felmerül a kérdés, hogy ha ez a matematikára lehetséges lenne, vajon mi a helyzet a programanalízis területén? Tehát tudnánk-e olyan szoftvert fejleszteni, ami ugye figyelembe véve az, hogy rengeteges mennyiségű adat, úgyis mondta, hogy címkézett adatot tudnánk elé állítani a szoftverjeinkről, tudnánk-e olyan szoftvert előállítani, amelyel intelligensen tudnánk beszélgetni programanalízis problémákról. Tehát visszatérve az eredeti kérdésemhez, hogy programanalízis több millió soros programokra. Ha főteszük azt a kérdést, hogy érti ezt valaki? Tehát, hogy tudjuk-e állni a versenyt, ugye, mert ezek a programok egyre komplexebbek lesznek, egyre bonyolultabbak lesznek, hogy a jelenlegi eszközrendszerünkkel, vagy annak egy kicsit módosításával el tudunk-e jutni addig, hogy megértsük a jelenlegi rendszereinket. Ha ezt a kérdést tesszük föl, akkor megmondom őszintén, én szkeptikus vagyok. Tehát inkább negatív a válaszom, mint pozitív. De ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy létre tudunk-e hozni jelenlegi rendelkező adatokkal esetben egy olyan szoftver, ami esetleg olyan összefüggéseket tud felfedezni, amire soha nem is gondoltunk,
és azzal majd tudunk programanalízis problémákról érdemben beszélgetni, hát akkor erre az a válaszom, hogy talán meg tudjuk csinálni. Köszönöm a figyelmet!